Lubi Margit szülőháza Nagyaron. A felújított kastély ma már múzeumként, rendezvényközpontként és annak a Lubi Társaságnak a székhelyeként működik, amely már 10 éve kutatja és őrzi a család épített és szellemi örökségét. Ez a munka most újabb mérföldkőhöz érkezett, 3 újabb kötetet és egy ismeretterjesztő filmet mutattak be. Olyan munkákról van szó, amelyeket mi magunk a levéltárakban, illetve kézirattárakban őrzött anyagokból állítottunk össze, és ennek eredményeképp a mai napon be tudunk számolni 3 olyan könyvnek a születéséről, amely még gazdagabbá és szélesebbé teszi a Szatmári Lubi család tematikáját. Konkrétan elkészült Lubi Margitnak egy írásaiból, visszaemlékezéseiből álló, gondozott, válogatott kis kötet, ezt én jegyzem. Régen ismerem már ezt az anyagot, sokszor forgattam, és bár úgy gondolom, hogy nem minden oldalát, nem minden gondolatát szánt annak idején Lubi Margit közvetlen kiadásra, de mégis lehetett válogatni, csemegézni belőle, és egy olyan kis hasznos kötetet összeállítani, amely mindenki számára, minden korosztály számára, a kicsiktől kezdve egészen a idősek, a felnőttebb korosztályig megfelelő információkat tud szolgáltatni. Egy olyan asszonyról, aki itt született, éppen ebben a kastélyban, amelyikben ma a sajtótájékoztatót tartjuk, aki a magyar néprajz kiemelkedő gyűjtője, etnográfusa. Lubi Margit életének nagyjából 1/3-át töltötte Nagyaron. Élete során így az ország számos tájegységének ősi hagyományait tanulmányozta. Ratko Lújza Dicsérjük a Jézus nevét, Megígyük a szőlő levét című könyvje Lubi Margit dunamenti néprajz kutatásait szedi egy csokorba. Ez a Lubi Margit régi gyűjtéseiből, sárközi gyűjtéseiből való válogatás, ami egy nagyon érdekes, nagyon színes anyag. Elsősorban úgy gondolom a sárköziek fognak neki igazán örülni, de olyan részletességgel, olyan alapossággal kutatott ki témákat, például a lakodalom témáját, a komasság, a keresztelő témáját, jeles napi szokásokat, nagyon sok hiedelmet gyűjtött az akkori ottani emberekből. 1953-as gyűjtésekről van szó, és miután az adatközlőinek, a beszélgető partnereinek a nagy része a 19. század legvégén született, tehát 1880-as, 1890-es években, ez azt jelenti, hogy ezek az adatok, amiket ő fel tudott így deríteni, egészen a 19. század közepéig visszanyúló, tehát már több mint 100 évre visszanyúló, nagyon érdekes adatok az akkori sárközi paraszti életről. Egy jelenet a Szatmár szerető íródeákja című filmből. A Lubi Társaság legújabb alkotása Lubi Margit életét és munkásságát mutatja be. Olykor mégis feltűnik egy rejtélyes nő. Kezében jegyzetfüzettel, városi ruhában, a pásztorok között. Ismerik őt, hiszen nem először jár itt. Kéri Péter rendező elmondta, ez már a 2. filmje a családról, amely a korábbinál még inkább korhűbben mutatja be a kor jellegzetességeit. Ebben nagy szerepe volt a több mint 90 szereplőnek, a jelmezeknek és az autentikus forgatási helyszíneknek is. Mert az élet egyenlő Istennel. A film elég hosszú időn keresztül készült, tudnilik közbe jött a covidos leállási figura, ami hát azt jelentette, hogy sok esetben ugye nem tudtunk dolgozni, ugye, hogy kellett. Ez a film tulajdonképpen 2 éve forgott, ha úgy tetszik, és hát rengeteg olyan munka van benne, ami nem csak az itteni környezetben játszódó jeleneteket mutatja be, hanem nagyon sok olyan anyag van benne, amit grafikai úton, módon kellett előállítani. De ennek ellenére, szerencsére van benne sok olyan eljátszott jelenet, ami megpróbálja bemutatni azt a kort, annak a kornak a bizonyos népi vonulatait, jellegzetességeit, ami a népi kultúrához tartozik. Az eseményen egy 3. kötetet Zsoldos Ildikó Lubi Géza politikai küzdelmeiről írt könyvét is bemutatták. A Lubi Társaság friss alkotásai a következő hetekben, hónapokban a Vármegye több pontján megtekinthetőek lesznek.